Ahogyan az már megszokott, a Nyíregyháza Spartakusz azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy harcban legyen a feljutásért. A szezon elején váltogatták egymást a győzelmek és a vereségek, aztán hullámvölgybe került a csapat. Nem jöttek a pontok, a Spari egyre lejjebb csúszott a tabellán, a vezetők pedig úgy döntöttek, hogy megköszönik Zorán Spisiák vezetőedző munkáját. Beugróként Lengyel Roland vette át a szerepkört, majd a bajnokság végéig bizalmas szavazott a szakembernek a vezetés. Ő élt is a bizalommal, sorozatban 6 meccsen győzött a Nyíregyháza, amely így a dorogi évzáró sikert követően 10 győzelemmel, egy döntetlennel és 9 vereséggel a 7. helyen áll az NB2 tabelláján. Két fordulópontja volt ennek a 6 mérkőzésnek. Az első az biztos, hogy a szegedi mérkőzés. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt, ugye utánpótlás játékosokkal is fel kellett tölteni a keretet, nagyon sok sérült volt, eltiltott, de nagyon jól reagáltak igazából a játékosok. Azt mondtam nekik, hogy bármelyik csapattal lépünk pályára, hazai pálya mindig a győzelem a legfontosabb, és győzelmi eséllyel tudunk pályára lépni. Ez is látszik, azért elég erős a keretünk. Nagyon szépen és nagyon fegyelmezetten lehoztuk azt 3-0-ra a mérkőzést. Utána volt egy hét szünet, és utána utaztunk Szolnokra, az volt a másik fordulópontja. Szolnokon azért nem nagyon szoktunk győzni járni egyébként, és azt mondtam a csapatnak is, hogyha azt meg tudjuk nyerni, akkor valószínű, hogy a hazai mérkőzéseket már lendületből be fogjuk darálni. Ez így is történt. Váci meccs nyögvenyelősen, de itthon tudtuk tartani a 3 pontot. A Csákvárnál már azért helyenként jól játszott a csapat. Ott is 3 pontot szereztünk, majd érkezett hozzánk a Budaörs, amikor már a játékra se lehetett panasz. Teli önbizalommal voltak a játékosok. Nagyszerű mérkőzés játszottunk, 4-0-ás győzelmet arattunk hazai pályán. A vezetőedző szerint a szerkezetváltásnak és a csapategységnek egyaránt szerepe van abban, hogy Zsinórban 18 pontot sikerült szerezniük. Az bebizonyította a csapat, hogyha kellett, akkor sárfociba, kellett harcolva, ha kellett futballozva, nagyon egységesek voltak, mentálisan nagyon erősek voltak, és ez vezetett igazából a sikerhez. Ugye változtattunk egyébként a játékrendszeren, és megpróbáltunk egy olyan stílust, egy olyan játékrendszert kitalálni a csapatnak, amiben eredményesek tudnak lenni, a megfelelő játékosokat a megfelelő posztra rakni. Ezt megértették, tudtunk rotálni is egyébként, ezt is nagyon jól fogadták a játékosok, és ez igazából megvannak az egyéniségeink, akik eldöntik mostanában mérkőzéseket, de a győzelmeket azokat a csapat nyeri meg, és ezt nagyon jól fölfogták a játékosok, és ők nagyon szervezetten és csapatként tudták lehozni ezt a 6 mérkőzést. A Spari január 6-án kezdi a felkészülést, 17-én pedig 10 napos edzőtáborba utazik a csapat. A tavaszi idény február 2-án rajtól a nyitófordulóban a Soroksárt fogadja Lengyel Roland együttese.